Hazai bajnoki meccseken és a kupában elért 3-0-ás győzelmek után utazott Zágrábba a nyíregyházi együttes, ami az első játszmát 20 pontig jutva veszítette el. A második szedben közel egy órát állt a játék áramszünet miatt, a kényszerpihenő a hazaiakat zavarta meg kevésbé, így 2-0-ás mladost vezetésről indult a folytatás. Hollósi László együttese a harmadik játszmát 19-re, a negyediket 23-ra nyerve kiegyenlített, de a döntő szedben a horvátok voltak jobbak, így az első meccshez hasonlóan 3-2-es hazai győzelemmel zárult a találkozó. A továbbjutásról így aranyszed döntött, amelyben a Nyíregyháza már 14-10-re is vezetett, a mladost azonban fordítani tudott, és 19-17-re megnyerte a mindent eldöntő játszmát. A Fátum Nyíregyháza így búcsúzott a CEF kupától, a Magyar Kupában viszont döntőt játszik a csapat jövő csütörtökön a Vasas Óbuda ellen lép pályára a Continental Arénában Hollósi László együttese.